Sziasztok! A mai videóban Blake Lively aranyló sminkjét fogom nektek bemutatni. Első lépésként eltüntetem a szemem alatti karikákat, illetve alapozóval homogénné teszem a bőrszínemet. Elkészültünk az alapozással, egy selyemfényű arany szemfestéket fogok használni. És ezt egy puha ecsettel az egész szemhéjén eloszlatom. Egy barna szemceruzával megerősítem a szempillám vonalát. Majd egy főpiszkálóval elsatírozom. Picit így felfele ívelve satírozom ezt a vonalat. Az alsó szempilla vonalát is hangsúlyozom. És elsatírozzuk. A másik szemen is. Egészen közel a szempilla tövét megrajzolom ceruzával. Ugyanezt alul is. Majd egy tiszta fültisztító pálcikával ezt elsatírozom. És ami Blake sminkjére leginkább jellemző, hogy fénylő aranyszínt használ a belső szemzugában. Ez nagyon szépen kinyitja a tekintetet. Ezt a trükköt akkor is alkalmazhatjátok, hogyha fáradtak vagytok. Frissebb és üdébb lesz tőle a tekintet. Egy picit az alsó vonalon is használok az aranyszínből, de leginkább a belső szemzugot hangsúlyozzuk. A főpiszkálóval lágyabbá teszem ezeket a vonalakat. Végül szempilla spirállal hangsúlyozom a pilláimat. Bátran használjátok többször rétegezve a szempilla spirált. Alul is hangsúlyozom a szempilláimat. Hogy ne csillogjon a T-vonalam, használok egy pici púdert. Csak oda, ahol van nagyon szükséges. Az orromra, az államra, illetve egy keveset a homlokomra. Az arcomra egy barackos árnyatú pírt fogok használni. Blake előszeretettel használ barackos, rózsaszínes, tónusú színeket. Ennek van egy kis aranyos ragyogása, ha látjátok. Az ajkamra egy szájfényt fogok használni, ami egy barackos, rózsaszínes árnyalat szintén. A szájfény használatánál figyeljetek arra, hogy középről indulva haladjatok kifelé, és innen fog elfolyni. És ez lenne Blake Lively aranyló sminkje.